Az Oldtimer Klub Pécs tagjai együtt búcsúztatták az óévet. A veteránoknak óriási szerencséjük volt az időjárással, hiszen mindannyian nagyon féltik autójukat, így ezt az összejövetelt is úgy hirdették meg, hogy kizárólag száraz idő esetén tartják meg. Még egy kábrió is begurult a Széchenyi térre. Ez az autó, ez egy Fiat Barchetta. Ez az olaszoknak egy, az újabb korba egy sportos változata. Úgy is szokták emlegetni, hogy a kis Ferrari. Hát, hogy most ez kis Ferrari vagy sem, azt mindenki döntse el. Igazából nekem volt mindig kabrió autóm, öreg veterán autók, azokat én eladtam, nagyon sok volt, hiányzott. És akkor úgy gondoltam, hogy kevesebb munkával egy autó is megteszi azt a hatást, amit három vagy négy, és akkor így ezt a szép Barchettát sikerült megvenni. Azt hadd mondjam még el, hogy amikor mondták, hogy miért nem veszek egy Barchettát, akkor fogalmam sem volt, hogy ez mi. Ez körülbelül lehetett májusban, azóta tudom, hogy mi a Barchetta. Tulajdonképpen ilyen a gyári, vagy nem gyári állapot, hanem én így vettem, egyedül a hátsó ablak, az a műanyag patilon, az volt átláthatatlan, azt kellett kicserélni, és úgy az autó teljesen napra kész, és lehet vele menni. A 25 évnél idősebb Youngtimer és a 30 évnél idősebb Oldtimer járművek tulajdonosai büszkén mutogatták a matuzsálemeket. A legidősebb autó egy 1937-es évjáratú Citroen volt, mely eredetileg a magyar királyi csendőrséget szolgálta. 2002-ben alakult a klubunk körülbelül 20 fővel. Azóta már büszkén mondhatjuk, hogy 150 tagnál is többen vagyunk, és hát nyilván, hogy legalább 200-300 járművünk, veterán járművel rendelkeznek a tagjaink. Minden évben szervezünk különböző programokat, nagy nemzetközi találkozóktól kezdve a tavaszi és őszi bőrzéken át, különböző fürdőfesztiválokon jelenünk meg, úgyhogy gyakorlatilag minden héten vagy minden másik hétvégén van valamilyen programunk. 3 éve kezdődött, ez a harmadik alkalom, amikor is spontán összejöttek a veteránosok, úgy gondolták, hogy a karácsonyi ünnepek után egy kicsit jó lesz kimozdulni és kihozni az autókat a szabad levegőre, és ha száraz idő van, akkor ez egy kellemes időtöltés. És a tavalyi és tavaly előtti rendezvény után úgy gondoltuk, hogy meg kellene ezt egy kicsit jobban szerveznünk, és nagy megtiszteltetésünkre idejöhettünk a Pécs belvárosával, Széchenyi térre ebben az évben, és úgy néz ki, hogy ez nagyon jól is sikerült, mert rengetegen vagyunk, sokkal többen, mint amire számítottunk. Nagyon jól érzik a gépkocsi tulajdonosok magukat, hogy egy kicsit el tudnak beszélgetni a karácsonyi szilveszteri dolgokról, és egy forró teával és pogácsával várjuk őket. Hát az OT-s rendszámnak a legelső feltétele az, hogy 30 évnél öregebb legyen a jármű, és olyan minőségnek kell megfelelnie, mint amikor kijött a gyárból, olyan műszaki paraméterekkel kell, hogy rendelkezzen. És hát van egy bizottság, aki ezt megítéli, hogy megkaphatja a jármű vagy sem. Ezt a múzeumoktól, a közlekedési felügyeleten keresztül, a Mavamszig és a Magyar Autóklub bizottságának egyik tagja veszi a fáradtságot, és ők vizsgálják meg ezeket az autókat, és hogyha úgy ítélik meg, akkor megkaphatja az OT minősítést. Azt is megtudtuk, hogy minősített OT rendszámmal ellátott autóknál nincs teljesítményadó, luxusadó és cégautóadó. Továbbá kedvezményes, kötelező gépjármű felelősségbiztosítás köthető. A műszaki vizsga csak 5 évente esedékes, és a felmentések miatt olyan paramétereket vesznek figyelembe, melyek gyártáskor voltak érvényben.